és ők a te szolgáid, és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által, és a te erős kezed által. Nehémiás imájából a Nehémiás könyve első fejezet tizedik versét olvastam fel. Nehémiás, amikor tudakozódik honfitársai felől, akik hazatértek már Jeruzsálembe, Egyébként ő a király főpohárnoka a perzsa királyok udvarában, Susán várában tartózkodott. Azt az elszomorító hírt hallja a hazatérő zsidók felől, hogy nagy nyomorúságban és még nagyobb gyalázatban vannak. Nem tudják újjáépíteni Jeruzsálemet, illetve elkezdték újjáépíteni, de a környező népek ismét nekik támadnak és lerombolják az újjáépített falakat. Ezután bontakozik ki majd Nehémiás könyvének hatalmas és mélyen szántó tartalma, hogy egy ember, aki bízik az Isten erejében, és teljesen Istennek veti alá az életét, hazamegy, és 52 nap alatt, igen, 52 nap, alig két hónap alatt elvégzi azt, amit azelőtt talán egy-egy nemzedék nem tudott elvégezni. És mi ennek a titka? Mi ennek a hívő élet sikerességének a titka? Ahogy mondja az imájában, a most felolvasott részben, hogy a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál, a te nagy erőd által és a te erős kezed által. Micsoda ereje van Istennek, és micsoda erőt tud közvetíteni nekünk, hogyha hit által kérjük ezt erről beszélünk most egész hónapunk során, hogy az Isten ereje milyen gazdagon patagzik az életünkbe, milyen óriási erőforráshoz nyúlhatunk, milyen csodákat vihet végbe az életünk, ha mindig Istennel olyan összeköttetésben maradunk, mint a szőlőtőkéhez kapcsolódik a szőlővesző, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus, de én bennem sok gyümölcsöt teremtek. Óriási végletek ezek, Isten nélkül az ember pár harmat, Istennel együtt hatalmas, erős és hős, mert amikor felidézzük, és Nehémiás ezt tette, hogy a régmúltban Isten ereje és az ő hatalmas keze mi mindent meg tudott cselekedni, szétválasztotta a vörös tengert, megállt a nap és a hold az ajalom völgyében, legyőzték a sisere hadat a két törzs küldöttei zepulon és Naftali harcosai, és a többi, és a többi, maga elé idézte, hogy nekünk is mindig magunk elé kell idéznünk, hogy Isten a történelemben mi mindent képes volt megoldani. Emlékkövet kell nekünk is állítanunk, olyan emlékköveket, melyeket Józsué a Jordánon való átkelés után tett le, hogy mindig legyen mire emlékezni, nem magunkra, nem nosztalgiázás ez, nem az emberi erő dicsérete ez, hanem az Isten hatalmas erejének a felmagasztalása hogy Isten erős, Isten karja erős, és egyetlen reménységünk itt ezen a világon, hogyha mi hozzánk erőtelen emberekhez csatlakozik az Isten végtelenül hatalmas ereje, és az erőtelen erejét megsokasítja. És olyan dolgokra leszünk képesek, amelyekről Pascal, a nagy francia gondolkodó azt mondta, hogy az ember végtelenül felülmúlja az embert, de nem önmag által, nem valami benne rejlő különleges képesség által, hanem egyedül és csak is Isten ereje által, az Istennek belé költöző hatalmas ereje által. Erre gondoljunk a mai nap során is, mint Nehémiás a maga korában hatalmas cselekedetei előtt.